Élelmiszer és vegyi áru gyakorlati elmélettel fogunk foglalkozni, azon belül is a hideg konyhával most. Ugye a hideg konyhában az ilyen pult mögött ugye megtalálhatóak például a francia saláták, kaszinó tojások, kőrözöttes sajtekercsek, illetve olajbogyók, stb. azok is előfordulnak, meg salátatálak is természetesen egyébként ezeket a hideg dolgokat 5 és 10 Celsius fok között kell. Tehát plusz 5 és plusz 10 Celsius fokon kell tárolni. Ez nagyon fontos. A hideg konyhának általában három nap a szab ideje, hogyha fel van bontva ugye a terméke. Itt látjuk ezeket a salátatálakat, mindenfajta állt ugye ezek fel vannak bontva. Tehát, hogyha három nap alatt ezeket nem viszik el, akkor le kell selejtezni, tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan lesz. De van még egy olyan opció, ugye itt látjuk, hogy a teljes ára, itt ennek a terméknek, 1189, ha úgy látjuk, hogy nem fog elfogyni, mit én a második nap, mert ugye tudjuk, hogy három nap általában a tehát hogyha a második nap látjuk, hogy még mindig sok van, és tudjuk, hogy a harmadik nap ki kéne dobni, akkor érdemes ö, leértékelni. Tehát leütni az árát, hogy hát ha elviszik mert akkor úgy az egész kuka, és akkor természetesen ö, az költség a cégnek is. Hiszen nem sikerült eladni azt a terméket. Ezért érdemes mindenképp tényleg leütni, hogyha úgy érzékeljük, hogy, hogy a második nap vége fele nem fogyott el, akkor mindenképp le kell ütni, hogy a harmadik nap azért elvigyék. Tehát minél kevesebb se lejt legyen. Egyébként 50 nál lejjebb, tehát fél árnál lejjebb nem szabad adni egy terméket. Szigorúan tilos. Tehát maximum félárba árba tudnánk eladni az ilyesmit tehát ezeknek az árát, hogyha esetleg arra kerülne a sor, hogy már ugye a minőség megőrzési idő kezd lejárni, ugye három nap itt, ugye a szabatosság idő, hogyha felbontjuk, tehát akkor meg kell próbálni a harmadik nap fél áron adni, és akkor biztos, hogy elviszik, és kevés selejt lesz, illetve emberi fogyasztásra alkalmatlan termék. Vannak még ugye olajbogyók általában, ennek 10-20 nap a szabideje. Ugye ezeknek sokkal több, de mondom az ilyen körözöttes sajttekercs, kaszinótojás, francia saláta, burgonya saláta, mexikói saláta, stb. Ezeknek három nap a szabatosság ideje, tehát igen kevés addig is kell nyomon követni, mert van egy ilyen nyomon követési lap, amikor kirakunk egy teljesen új salátatálat, lehúzzuk ugye róla a, a, fóliát, és ugye így kitesszük a pultba, onnantól kezdve három nap a nyomon követési ideje, tehát három nap alatt el kell adni. És nagyjából szerintem, így a saláták részével végeztünk, Egyébként a hideg konyhához még általában hozzá tartoznak a sütemények is. Ugye itt láthatunk egy süteménypultot. Ugye itt is szintén, szintén három nap a nyomon követési idő. a sütemények esetében. A napisütiknek ugye az eredeti papírt kell beragasztani a nyomkövetésben. Tehát ami egy napra szól. Például ilyenek a fánkok, azoknak 24 óra a szabatosság ideje, tehát hogyha aznak nem viszik el, akkor kuka. Tehát akkor azt le kell se lejtezni. De az összes többi sütinek általában 72 óra, azaz három nap a szabatosság ideje. Tehát itt is szintén Ugye, hogyha azt veszik észre, hogy nem fog elfogyni, akkor itt is ugye lehet leértékelni esetleg, hogy elvigyék és, és ne keletkezzen sok eladatlan termék. Itt is fontos megjegyezni, hogy 50%-nál jobban nem lehet leértékelni semmit. Tehát 55% rá már tilos, mert így is 50% egyébként amúgy is veszteség, de még nem akkora, mintha az egész a kukába landolna. És nagyjából szerintem akkor ugye a hideg konyhai résszel végeztünk is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!